Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyves log csatornája. A mai videóban azokat a klasszikusokat fogom megmutatni nektek, amelyek rajta vannak a könyves bakancs listámon. A klasszikus július kihíváshoz nem készítettem külön TBR listát, amit egyébként nagyon jól tettem, mert teljesen más könyveket kezdtem el olvasni, mint amit előre elhatároztam, hogy mi töltheti ki majd a júliusomat. Viszont Edmond összeállított egy klasszikus július bookteget, amiben annyira jó pontok szerepelnek, hogy ezt a bookteget fogom most kitölteni, viszont csak olyan könyveket fogok mutatni, amik klasszikusok, és még nem olvastam őket, de egyszer az életben szeretném őket elolvasni. A pontok alapján fogok végigmenni, hiszen majdnem mindegyik ponthoz tudok olyat mutatni, ami már rajta volt ezen a bakancslistán hosszú-hosszú ideje, úgyhogy nézzük is sorba a pontokat. Az első pont: Háború és béke, egy hosszú könyv. Ehhez a ponthoz kapásban három könyvet is tudok mondani, ami monumentális, és biztos, hogy szeretném őket egyszer elolvasni. Kettőt ezek közül már említettem valamelyik tag videóban, az egyik Marcel Proustnak az Eltűnt idő nyomában című hétkötetes regényfolyama, a másik James Joyce-nak az Ulysses című könyve, és a harmadik az szintén ebbe a körbe tartozik, vagyis egy olyan könyv, ami a 20. század elején óriási hatást gyakorolt a modern próza kialakulására, és ez nem más, mint Robert Musiltól a Tulajdonságok nélküli ember. Robert Musil egy osztrák származású író, matematikus és filozófus volt, aki a 19. század legvégén született az Osztrák-Magyar Monarchiában, és 1942-ben halt meg Svájcban, és a fő műve a Tulajdonságok nélküli ember, amely több mint 2000 oldal és befejezetlen is maradt. Az első két kötet a 30-as évek elején adták ki, az utolsót pedig már a halála után 1943-ban. Ez a regény a 19. század végi Osztrák-Magyar Monarchiában játszódik, ad egyrészt egy óriási társadalmi látképet, és megmutatja azt is, hogy mi vezetett a birodalom felbomlásához. Maga a cselekmény az eléggé jelképes, van egy főhős, aki egy matematikus és meglehetősen céltalan, nem találja a helyét a világban, míg egy szép nap helyet kap egy bizottsági munkában, amelynek az a célja, hogy megtalálja a tökéletes eszmét, amivel meg lehet ünnepelni a császár uralkodásának 70. évfordulóját. Ez egy monumentális könyv, de tényleg szeretném egyszer majd elolvasni, mert ez is azok közé a regények közé tartozik, amelyek teljesen átformálták és megújították a 20. századi prózát. Második pont: egy percesek, egy rövid könyv. Ehhez Alexander Pope-tól választottam a Fürtrablás című könyvet, amely 1712-ben jelent meg, és egy vígeposz, vagy inkább eposz paródia, úgyhogy talán ez a legrégibb az összes könyv közül, amit ebben a tag videóban meg fogok nektek mutatni. Alexander Pope egy 17. századi angol költő, az angol klasszicista irodalom egyik kiemelkedő tagja, és a legismertebb műve a Fürtrablás, ami egyébként Csokonai Dorottyájára is óriási hatással volt. A bonyodalom és a visszáit egy levágott hajtincs körül tör ki, amelyet egy báró vág le egy Belinda nevű hölgy hajkoronájából szerelmi zálogként, és ez vezet majd a háborúskodáshoz. Ez egy elég rövid kis vígeposz, hamar a végére lehet érni, úgyhogy akár a klasszikus júliusba beleférhet, nem tudom, meglátjuk. A harmadik pont: Anna Karenina, Bovariné, Jane Eyre, főszerepben a nők. Ehhez a ponthoz én egy magyar szerzőkönyvet választottam, ami 1923-ban jelent meg. Egy meglehetősen erotikus műnek számított abban a korban, és egy női szerző írta, és ez nem más, mint Erdős Renétől a Nagy Sikoly című könyv. Erdős René volt a magyar irodalomban az első nő, aki meg tudott élni a műveiből, és nagyon ismerté és keresetté váltak az erotikus, misztikus könyvei, hiszen ebben a korban ő meglehetősen bátran beszélt a szexualitásról. A Nagy Sikoly főhőse Dóra egy fiatal lány, akit nagyon erkölcsösen neveltek a szülei, és a regény elején férjhez megy, ez egy szerelmi házasság, amit a szülei is támogatnak, és nagyon készül a nász útjára, és természetesen a nász éjszakára is. A regény Dóra történetén keresztül mesél a házasság intézményéről, illetve a szexualitásról,
különösen a női szexualitásról, és azt a kérdést boncolgatja, hogy Dóra hogyan tud majd megfelelni a hitvesi kötelességnek, ez vajon tényleg csak kötelesség maradt számára, vagy fel tud szabadulni, és tudja majd élvezni az együttlétet a férjével. És ez a regény egy nagyon jó lenyomata annak is, hogy mennyire megváltoztak a női szerepek az első világháború után, úgyhogy ezért is vagyok nagyon kíváncsi a Nagy Sikolyra. A négyes pont, egy csészetea, egy könyv a 19. századból. Ehhez a ponthoz én Melville-nek a nagy klasszikusát, a Moby Dick-et választottam, amely nem olyan rég került fel egyébként a bakancs listámra, mert számomra csak pár éve derült ki, hogy a Moby Dick az valójában egy monumentális mű, és a fehér bálna üldözésén kívül nagyon sok minden másról is szól. A nagy fehér bálna történetével én egyébként már gyerekkoromban is találkoztam, ez a könyv is ott volt a szüleim és a nagyszüleim polcán, viszont egy nagyon vékony ifjúsági könyv kiadásban, és én emiatt tényleg azt hittem, hogy hát ez egy ilyen ifjúsági regény, ami a nagy bálna vadászásáról szól, és mint ilyen engem ez nem igazán érdekelt, és én csak nem olyan rég raktam össze, hogy ezek a vékony kis ifjúsági kötetek, ezek ilyen nagyon hevenyészet kivonatai az eredeti műnek, és valójában ez egy nagyon-nagyon filozófikus könyv. A következő pont 1984, egy disztópia. Ehhez szintén egy magyar könyvet választottam, ami 1932-ben íródott, és szerintem nem annyira ismert, ez pedig Szatmári Sándornak a Hiába című regénye. A történet 2082-ben játszódik egy képzeletbeli kisvárosban és Budapesten, és megdöbbentő pontossággal festi le benne Szatmári Sándor már 1932-ben a II. Világháborút, illetve utána a szovjet típusú önkényuralmi rendszereket, hiszen ebben a történetben jóval Orwell Állatfarmja és 1984 című regénye előtt megfesti a diktatúrák borzasztó működését. Ebben a történetben az egyetlen ideológia a marxizmus, a társadalmat az élproletárok irányítják, és ezen kívül még két társadalmi osztály létezik, a fejmunkások, illetve a gépészek, és ebből a világból próbál kitörni a regény főhőse. Az, hogy ez a regény nem annyira ismert, talán magyarázza az a tény is, hogy Szatmári Sándornak a Rákosi rendszerben nem szabadott publikálnia, és pontosan tisztában volt vele, hogy ez a regénye halálos veszélyt jelent számára ebben a diktatúrában, úgyhogy igyekezett ezt a regényt teljes mértékben eltitkolni, és azt hazudta, hogy ez egy férc munka volt, egy ilyen első próbálkozás, és a kéziratot megsemmisítette. Aztán halála után majdnem egy évtizeddel bukantak csak rá a kéziratra az 1980-as évek végén, és az első kiadást a rendszerváltás után érte meg ez a könyv. A hatos pont, Oscar Wilde-féle betegség, egy LMBTQ könyv. Ehhez a ponthoz én Virginia Woolf-tól választottam az Orlandót, és ez az egyetlen könyv a listámon, amit már olvastam, de nagyon szeretném újraolvasni, hiszen több mint 10 éve olvastam, és már elég kevés dologra emlékszem belőle. Ami megmaradt, hogy itt egy örökifjú főhősünk van, aki több évszázadon keresztül él, és a történet egy adott pillanatában nemet vált, és férfiból nővé válik. Virginia Woolf-tól egyébként több könyvet is szeretnék majd olvasni, és az Orlandó egy lesz közülük. A következő pont, Rómeó és Júlia, egy szerelmes történet, ehhez pedig Boris Pasternaktól a Doktor Zsivágó az, amit szeretnék majd egyszer elolvasni. Ez a könyv a 19. századi orosz regény hagyományát viszi tovább, és nagyívű történetet mesél a 20. század első feléről, Oroszországról, két szerelmes történetén keresztül, és az érdekessége ennek a könyvnek, hogy megjelenés után ezt azonnal betiltották a Szovjetunióban, nyugaton viszont nagyon nagy sikere lett, az 1950-es években egyébként emiatt a regény miatt ítélték oda Pasternaknak az irodalmi Nobel-díjat, amit nem is vehetett át. A szerelmes történetek nem éppen az én kedvenc témám a regényekben, viszont ebben a regényben a szerelem mellett nagyon sok minden másról is szó van, úgyhogy ezt is mindenképpen szeretném majd elolvasni. A következő Hemingway, főszerepben a férfiak, és ehhez egy amerikai klasszikust fogok mutatni, Joseph Hellernek a 22-es csapdáját. Ez a könyv a II. Világháború alatt játszódik, de egyáltalán nem a hősiesség van a középpontjában, sokkal inkább egy szatira az egész II. Világháborúról,
és a főhőse egy fiatal pilóta, aki az amerikai légierő egy támaszpontján van éppen a Földközi-tenger egyik szigetén, és az egész háborút is egy ilyen személyes megtámadottságként éli meg, ezért igyekszik kibújni a szolgálat alól, és mindenféle dolgot megpróbál, hogy ne kelljen bevetésre mennie. Ennyit tudok csak a történetről, de nagyon-nagyon régóta szeretném elolvasni a 22-es csapdáját. A 10-es pont Agatha Christie, egy krimi. Már régóta a terveim között szerepel, hogy elolvasom a különféle zsánereknek az igazi klasszikusait, legyen szó akár a horrorról, akár a thrillerről, de természetesen a krimiről is, úgyhogy ehhez a ponthoz én Arthur Conan Doyle-tól választottam egy Sherlock Holmes történetet, amit szeretnék olvasni, hiszen én még egyetlen Sherlock Holmes történetet sem olvastam, úgyhogy ezt a hiányosságomat is pótolnom kell, úgy érzem. A 10-es pont Robinsonád, egy könyv, amely szigeten játszódik. Ehhez a ponthoz eredetileg nem volt semmilyen könyv az én klasszikus bakancslistámon, viszont most a klasszikus július alatt a BookTube könyvklub egyik közös könyve volt William Goldingtól a Legyek ura, és én ezt a könyvet választottam és olvastam közös könyvként, és ennek a könyvnek kapcsán találkoztam először a Korallsziget című könyvvel, amely tulajdonképpen a Legyek urának az előzményeként is tekinthető, hiszen Golding ennek egy szatirikus változatát írta meg a Legyek urában. A Korallsziget egy 19. századi angol írónak, Robert Michael Ballantyne-nak az ifjúsági regénye. A regény kiinduló pontja teljesen megegyezik a Legyek urával, itt is egy lakatlan szigetre kerül egy csapat kisfiú, viszont ők az eszményi köztársaságot hozzák létre. Mivel a Legyek urát szerettem, ezért kíváncsi vagyok arra a könyvre, amire ebben a könyvben többször is hivatkoznak. A 11-es Byron is Spleen, egy depressziós könyv. Ehhez szintén egy meglehetősen vaskos, de annál nagyobb klasszikust mutatok, Thomas Manntól a Varázshegyet. Ez a történet Svájcban játszódik, egy tüdőszanatóriumban, ahova tuberkulózisos betegek mennek gyógyulni vagy éppen meghalni. Nem tudom, mennyire depressziós ez a történet, minden esetre a betegség az a téma, amiről én a legkevésbé szeretek olvasni az irodalomban, úgyhogy számomra mindenképpen ez egy depressziós könyvnek ígérkezik, viszont semmiképpen sem szeretném kihagyni Thomas Mannnak a Varázshegyét. A 12-es pont eposz, egy hősies történet. Ha itt a hősiest idézőjelbe tesszük, akkor tudok hozzá olyan könyvet mutatni, ami rajta van már nagyon-nagyon régóta a bakancslistámon, és ez Haseknak a Schweig című könyve, ami a cseh katonáról, a cseh derékkatonáról, Schweigről szól az első világháború során, ahogy ő egy ilyen igazi csetlőbotló figura, viszont rettentő jószándékú, de ebbe az ügyefogyottságába és naivitásába azért elég sok kritika és bírálat is vegyül. Egyébként ez az a könyv, ami a legeslegrégebb óta van rajta ezen a listán, úgyhogy ezt szeretném azért, ha nem is idén, de jövőre mindenképpen elolvasni. És elérkeztünk az utolsó ponthoz, az ember tragédiája, egy magyar mű. Ehhez pedig I.S. Gyulának a Puszták népe című regényét mutatom, amely az irodalmi szociográfia és az önéletírásnak egy nagyon sajátos keveréke, és a dunántúli cselédség sorsát mutatja meg. Ezt azért is szeretném nagyon elolvasni, mert a népi szociográfiai mozgalom könyvei közül én jó párat olvastam, viszont ez kimaradt, úgyhogy ezt mindenféleképpen pótolni szeretném. Ez volt ez a 13 klasszikus, ami az én képzeletbeli könyves bakancslistámon szerepel. Írjátok meg, hogy nektek van-e ilyen bakancslistátok, és mi ez a 3 könyv, ami mindenképpen rajta van. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, és megnéztetek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!